Fél tucat góllal terhelte meg ellenfele kapuját az Aqua General Hajdúszoboszló. Csillag László együttese első tavaszi idegenbeli mérkőzésén 6 találatig meg sem állt táján. Folytatás a jó formába lendülő Sínyű ellen hazai környezetben. A vasárnap 11 órától kezdődő mérkőzést élőben közvetítjük. Az NB3-as labdarúgó bajnokság keleti csoportjának tavaszi második játéknapján ide a Tokaj hegyaljai történelmi borvidékre, Tája községbe vezérelt minket a jó szerencse, valamint a bajnoki sorsolás. A miénk viszont újoncként a rendkívül megtisztelő és meglepetésre is okot adó és örömre okot adó negyedik helyen tanyáznak. A 13 győzelem, és hát most azért küzdünk, hogy meglegyen a 14. Berdó indul el, nagyszerűen vitte be az üres terület. Most kellene passzolni, gyönyörű, ez nagy helyzet, Lukács ellövi, és ott van a gól! Bizony, ott van a gól, Berdót kell megdicsérni, mert nagyszerűen vitte végig a labdát, és a 20. percben megvan a vezetés, Lukács Zsombor góljával 1-0 arányban vezet a HSE. Nagyon jól fordult le Lénártot egyszerűen nem lehet tartani, ha elindul. Most a csel is jó, most kellene egy jó beadás, ott van a lövés, és Karacs! Az a kis lelátó, amit itt szemben látnak a két kispad mögött, az nem erre a pályára néz, hanem az edzőpályára. Tehát ott nincsenek szurkolók, valamennyi szurkoló itt ezen az oldalon van. Ott van a helyzet megint, Karacs! Ezt is fölé rúgja! Karacsnál két nagy zicser, ezzel a labdával viszont indulhatunk Lénát. Lénát, ha be tudja vinni ott az üres területre, akkor nem fogják tudni megállítani. Úgy ment, mint Liu Shaolin Sándor az olimpián, már bent van Lénát, most meg tarvédett nagyot. Azért a legvérmesebb szurkolóink akár egy érmet is el tudnak képzelni, hát ha olyan kiegyensúlyozott teljesítményt fogunk nyújtani, mint az ősszel, akkor ez is benne van. Meg lehet ezt csípni, azt a labdát meg? És mi történt? Úgy tűnik, hogy a kapusnak a kezét érte a labda, mert nagyszerűen tolta meg, és piros lap, kérem szépen. Úgyhogy jöhet a szabadrugás. Karacs fogja ezt egyébként elvégezni, és hát nagyon összpontosít Karacs, de ott van kis Szabolcs is. Végül Karacs, és bizony bent van! Hát nagyon megnézte Karacs! 3 helyzetet puskázott el az első félidőben, aztán amikor egy szabadrugás, egy rögzített játékhelyzet következett, akkor Máté Jankót idéző módon remekül lőtte be, hogy Karacs bomba formában van. Megérkeztek a csapatok, a szoboszlóiak frissen, üdén és hamar kijöttek az öltözőből. A tájaiak egy kicsit később, még most vánszorognak ki. Hát nyilván Lasztóczi Péternek azért volt mondani valója, mert az első félidőben 2 gólos hátrányba került együttese, és ráadásul ember hátrányba is. A középkorban volt vára is, amit aztán leromboltak és elhordták a köveket. Ott a fejes Kónya! Hát Kónya is úgy jött előre, mint a kurucok annak idején. Megint elindul a ellenfél legjobbja, Tóth Szabolcs, legalábbis nálam. Nem is tudjuk megállítani. Tóth, nagyszerű lövés! Mészárosnak meg kellett egy kicsit mozgatni az elgémberedett tagjait. Barnóc, Lénát nagyszerűen fordul, és még ez a csel is jó. És ott van valaki, hát ki lenne ott? Máté Jankó. Berdó teszi tovább, Barnóc vissza Berdóhoz, Berdónak ez lövőhelyzet. Jó is! És hogy csapódott lefelé? Hát micsoda dugó volt ez Berdó módra? Ez az ember megérdemelte ezt a gólt. Megint Barnócnak egy hosszú kereszt. Mértani pontosságú. Bizony jól lőtte be. Hogy vette le ezt Máté? Máté, és ott van Szabó Lajos Mátyás. Ki sikerült hagyni valahogy? Elmondhatjuk, hogy a tavasz második meccsét hozzuk le 0-ra. Ott van Szabó Lajos Mátyás, ez még így jó! Máté Jankó! Szerint miközben Lénárt lesz-e Máté gól? Van Máté gól! És nézem az asszisztenst, sprintel gyönyörűen, sikkesen visszafelé, úgyhogy megvan ez a találat. Lénárt gólpasszából Máté Jankó szerzi a HSE 4. találatát. Visszajött mindenki, még ha jól látom, akkor Lénárték is. Ott a fejes, bizony Mészárosnak nagyot kellett védenie. Bihari stukkolta rá. Na nézzük akkor a következő szögletet. Úgy látszik, hogy ezeket a szögleteket nagyon veszélyesen kanyarítják. Középre, megint ott van a fejes, Mészáros. Kovács Norbert Imre durrantotta bele. Szatmáriton mindenki lövést várt, ő meg egy ilyen laza
bokamozdulattal bejátszotta. Csiki, gyönyörű! Hát talán a legszebb, bár a Berdóé se volt csúnya, az ötödik gólt Csiki Norbert szerzi. Domonkos Szabi csapott le rá. Jó, az bizony, jó, az Máté, Máté, és ezt is berúgja! Máté Jankó, remélem nem sérült meg, mert lent van a Máté Jankó, fájlalja mindenképpen a bokáját, minden esetre az ő duplájával most már 6-0-ra vezetünk. Itt a vége, fuss el véle, mielőbbi gyógyulást kívánunk Máté Jankónak, minden esetre kivette a részét a sikerből, mert ő azért két góllal azért tovább szilárdítja a vezető helyét a góllövő listán. Reméljük, hogy egy hét alatt az a boka is meggyógyul, ő mellette még ugye betalált Csiki, Karacs, Berdó és Lukács is, úgyhogy azt gondolom, hogy a 6-0-ás siker az mindenképpen megérdemelt. A sikerből tevékeny részt vállalt a téren igazolt Berdó Péter, a csapat harmadik góljának szerzője, ami nem mindennapi találat, talán a forduló gólja volt. Szép támadás végén sikerült betalálnom, kiraktam a szélre Barnucz Gergőnek, aki egyből vissza készítette a lövésre gyakorlatilag. Jól eltaláltam igazából. Hát ez nagyon egyszerű így, de én úgy láttam ezt a lövést, hogy ez egy kicsit így csapódott lefelé. Igen, valóban így volt. Nehéz dolga volt így a kapusnak, nem is sikerült kivédeni szerencsére. Ezt egyébként Csillagmester mondja, hogy próbáljunk meg távolról is kísérletezni, mert most a 6 gólból 2 is ilyen távoli volt, bár a Karacs Peti a szabad rugás is, ugye, egy távoli lövés, de 2 ilyen akció távoli gól. Igen, igen, kérte a mérkőzés előtt a mester, hogy próbálkozzunk átlövésekkel is, ezt hiányolt az előző meccsről. Úgyhogy annak kimondottan örülök, hogy sok ilyen szép gólt sikerült rúgnunk a mai nap folyamán. A hazaiaknak a sok kapott gól után sem szabad összeesniük. Nem csak a kapott gólokkal van problémájuk, hanem a sok hiányzó is érződik a csapatjátékán. Az a baj, hogy igen, rengeteg sérülőtünk is van, eltiltottunk is van, illetve ahogy aki visszajött igazából eltiltásból, Tiszaújvárosi meccsen volt egy másik eltiltottunk, a következő Barcika meccsen már 2 eltiltottunk is lesz, úgyhogy tényleg van problémánk, de attól függetlenül teljesen mindegy, hogy ennyi eltiltottunk van. Vannak olyan alapvető, én szerintem teljesen függetlenül, hogy milyen osztályban játszik valaki, vannak alapvető dolgok, amiket be kell tartani. Tehát és az, hogy alázat nélkül semmit nem lehet csinálni. Tehát itt megmondom őszintén, hogy van pár játékosom, aki az 5. percben kifele mutogat, kifele szól a szurkolónak, teljesen ilyet nem lehet megtenni, mert onnantól kezdve elvesztetted. Sajnos mi ezt megtettük, ezért történt ez a mai független attól a kiállítástól, tehát így nem lehet összeesni, hogy mi összeestünk. Szültünk, tudtuk, hogy mit fog játszani egyébként a Hajdúszoboszló, tudtuk a játékrendszerét is, viszont ugye mi 2 játékrendszerrel készültünk, és az első játékrendszerünk az nem jött be, tehát ott gyorsan reagálni is kellett, és vissza kellett állnom a 4 védős rendszerre, mert egész egyszerűen átfutott rajtunk a Szoboszló. Ez a kiállítástól függetlenül megtört? Nem, hát ott az elején, ott rögtön a 15. perc, 20. perc környékén még nem is vezetett a Szoboszló, már akkor át kellett állnom, mert láttam, hogy ott komoly problémák lesznek középen, és voltak is problémáink. Utána át kellett állnom 4 védős rendszerre, egy kicsit talán stabilabbak lettünk, viszont ami nekünk nagyon-nagyon visszatérő problémánk, hogy olyan labdákat adunk el az ellenfél 30 méterén belül, amiből folyamatosan lekontráznak minket. És ezt nem lehet megengedni, tehát ezt nem senki ellen. Mennyire lepte meg a Hajdúszoboszló szereplése, és ez a csapat, amely ott van a újoncként a 4. helyen? Engem nem lepett meg, tehát én láttam ott a kupa meccsüket. Engem nem lepett. Lacit ismerem, Lacinak a játék felfogását ismerem, a játékosokat ismerünk, egy nagyon lelkes, nagyon jó kis csapata van, gyors csapata van, egy nagyon rutinos Mátéval elől, aki azért rögzítettek be, rendkívül erős, nem lepett, engem nem lepett meg, tehát meg általában azért az újonc csapatok úgy vannak vele, hogy akkor még lendületből megyünk, de fel vannak készítve, látszik, hogy tudatos az, amit a játszani akarnak.
Engem nem lepett meg abszolút. Én csak gratuláltok neki. Az első félidő feléig nem sikerült feltörni a hazaiak védelmét. Akkor még úgy tűnt, nehezebb lesz megszerezni a 3 pontot. A múlt héthez képest a táj azért erősödött, azért visszajött a Bihari, itt vagy a Tóth Szabolcs, azért jöttek vissza játékosok, természetesen készültünk rájuk, de úgy gondoltam, hogy egy tempó futballt fogunk diktálni, mi fogjuk így az iramot diktálni, és bíztam abban, hogy az első fél időben meg lesz az előnyünk is. Hát szerencsére a srácok jól teljesítettek. Nem volt-e mérges a mester, mert nagy nehezen meglett a vezetőgólunk, már a nagy nehezen úgy értem, hogy már előtte is lett volna lehetőségünk, de aztán ott hirtelen volt 5 olyan szitszerünk, ami mind kimaradt, és akkor úgy tűnt, hogy a mai nap nem a helyzet kihasználásokról fog szólni, ehhez képest most egy 6-os után beszélgetünk. Igen, jól láttad, hát igazából ott az 1-0 után azért volt a Karas Petinek legalább 3 olyan szitszer, amit ezt máskor berúg. Rosszul döntött, ettől függetlenül ugye a szabadrugást azt csak beverte. Nem idegeskedtem 2-0 fél időben, hanem nyilván az ellenfélnek kellett jönni, ott volt egy kiállítást, a Lénát kilepett egy az egybe a kapus kézzel, jött a labdához is, így létszám elénybe voltunk, úgyhogy úgy gondoltam, hogy birtokoljuk a labdát, lesznek területek majd, és akkor a második fél időben meg esetleg még egy góllal le tudjuk zárni a mérkőzést. Hát megfelelték a játékosok. Nyugtasson meg minket a mester, mert Máté Jankó a második gólnál úgy tűnt, hogy belesérült, eleve ugye a kispadról kezdte, mekkora a baj, mennyire kell aggódnunk. Mint mondtam, a múlt héten is összefoldoztuk a Janit, hogy ő tudjon játszani a Újpest ellen. A héten is volt egy kisebb sérülése, ugyanaz a bokája, úgyhogy nem kockáztattam, mivel tudtam, hogy mit akarok, egy nyomásos, egy pressinges játékot játszani, inkább úgy voltam vele, hogy a második fél időbe hozom be, és hát úgy látszik, hogy jól döntöttem, hisz a másodikban 2 rúgott. Ő mellette még ugye betalált Csiki, Karacs, Berdó és Lukács is, úgyhogy azt gondolom, hogy a 6-0-ás siker az mindenképpen megérdemelt.